Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vendégei! Például itt van Izraelből Dávid Peleg a telefonvonalban, aki gyerekként úgy hívtak, hogy Perlusz Tamás. De miről is van szó tulajdonképpen? 30-án 11 órakor a Rádai utca 31 C-be Baranyi Krisztina polgármester segítségével emléktáblát avatnak. Most egy képzeletbeli emléktáblát avatunk Perlusz Tamással. Te hogy nét ismered Perlusz Tamást, aki már is itt van a vonalban? Perlusz Tamást nagyon-nagyon régen ismerem, de ő ismerte először édesanyámat, mert hiszen ő volt ott a Bogár utcai otthonban a második világháborús ostrom idején, 44 végén, 45 legelején, és aztán egy házban is laktunk. Értem, akkor megkérdezzük Tamást. Tamás, hogy emlékszik, vagy ahogy Izraelbe szoktak, ott mindenki tegeződik. Szerbusz, szép jó reggelt kívánok! Viszont! Tamás, hogy emlékszel te Szitnyai Évára? Stiaszni Évára. Na, ez az. Ez volt a próba, ki is tudja javítani. Hogy emlékszel te Évára, vagy mint Éva nénire? Egy fiatal hölgy, 25 éves lehetett, fityulával, a fején egy körös kereszt jelvénnyel. Így volt a találkozásunk, mert a Izabella utca 34-ben laktunk, mi a harmadik emeleten, az ő szülei a második, az első emeleten. És néha-néha, amikor hazajárt, akkor láttam és megismertem. Értem. És mikor és hol ismerted meg a fiát neki? Én azt hiszem csak 86-ban, 76-ban, amikor jött, első alkalommal Magyarországra jött, utazhattam. Akkor látogattam meg a sok keresés után, mert azt mondták, hogy a ház már romos az Izabella utcában. A végén megtudtam, hogy a Rádai utcában laknak, és ott kerestem fel őket. Értem. Úgy tűnik, hogy nem tudsz majd itt lenni fizikailag, de mégis részt fogsz venni az avatáson. Hát ez a modern világban lehet csak. Értem. Szeretnél lebeszélni Tamással? Hát szinte naponta beszélünk Tamással, és sokszor beszéltünk, és én nagyon hálás vagyok annak azért, hogy Tamást ismerem. Egy érdekes ötlet volt ez az emléktábla. Az emléktábláról, történetéről azt kell elmondanom, hogy az ötlet Sándor Erzsitől származik, egy újságírónőtől, aki riportot készített édesanyámmal. Szeretném egy pillanatra felolvasni Sándor Erzsinek két mondatát. Halljuk. Azt írja, angyal volt, ismertem. Ő meg ismert egy másik angyalt, így találkoztunk. Az ő angyalát Sztélo Gábornak hívták. Sok éve rádióműsort készítettem Sztélo 1944-es gyermekmentő missziójáról. Akkor találkoztam Stiaszni Évával, akiről egyből látszott, hogy angyal, és talán Anna Margit tervezte. Természetesen nézőinek megismétlem, hogy Sztélo Gábor egy evangélikus lelkipásztor volt, akinek egyik fő tevékenysége volt 1944-45-ben gyerekek mentése, és létrehozott egy intézményt is. Igen, a Gaudiopolis, erről inkább Tamás... Tamás, te ennek az intézménynek a lakója voltál? Nem, én már akkor nem hazamentem, mert január 3-tól, január 29-ig lent voltunk a pincébe, és a Gaudiopolis, illetve meg a Pax-nek az eredete, az csak később jött. Én ott voltam még a három villát, a Weissmann-Fried villákat takarítani. És utána már hazamentem, mert fölépült a Szabadsághíd, és vissza tudtam menni Pestre. És hogyan kerültél Izraelbe? A 46-ban volt a Somer Hatzair szervezet, amivel a marxista-cionista mozgalom néven ment,
és így kerültem az első táborba, az a Joint fedezte ezeknek a táboroknak az alapját, és 46-tól 49-ig voltam a mozgalomban. És 49-ben ezt betiltották a szionista mozgalmakat Magyarországon, és ezek olyan tagok, akik már régóta voltak a mozgalomban, illegálisan kiutatták őket a határon túlra, Szlovákiába, onnan tovább Bécsen keresztül Izraelbe, 49-ben. Tehát akkor grosszó módon 74 esztendeje vagy izraeli állampolgár. Hát így volna az igaz. Értem. Voltak benne a kívások is, akik veletek voltak? Én nem értettem a kérdést. Ugyanebben az időben mentették ki Magyarországról a Böné Akiva mozgalom fiataljait is. Valószínűleg, mert az egész olyan földrengés volt, hogy az összes mozgalmakat betiltották. És voltak olyanok is, akik mi mentünk az Ipolyon keresztül, és voltak olyanok, akik keletebbre mentek, ott megfogták őket, utána megverték és hazaengedték őket. Mi egy nagyobb csoporttal voltunk, úgyhogy körülbelül 60-an mentünk át egy pár nap alatt. Mennyire tudott te értékelni, mint egy izraeli állampolgár, hogy még 2023-ban is élnek az emlékek Sitnyai Éváról, és még táblát avatnak neki, és megkeresik a még felelhető ápoltjait? Én csak azt mondom, hogy ti el vagytok maradva mögöttem, mert nálunk minden évben van a Yom HaShoah. A Yom HaShoah-n én szoktam be... Igen, hallgatunk tovább, csak itt valaki belénk jött. Hallasz minket most? Én ma hallak, igen. Igen. A Yom HaShoah-ra emlékeznek, mert Magyarországon is vannak izraeliek, sőt, ebben a stúdióban is emlékeznek Yom HaShoah-ról. Tehát mi még nem felejtettük el. Na most, ha majd akarod tudni, hogy mit is mesélek, nekem van egy filmem, amit készítettek 2015-ben. Fölvették egy ilyen beszélgetést a társaságok előtt, és azt, ha keresni akarod, Gisot Bessalon im David Peleg, ez a címe. Ennek mondja, ha pészetszer. Megkeressük ezt, és utólagos engedelmeddel megmutatjuk a nézőknek is. Akarsz-e még valamit Tamásnak mondani, mert a beszélgetésre szánt időnk mindjárt elmúlik. Tamásnak csak annyit, hogy akkor holnap után találkozunk, mert hogy Tamás lesz, aki felavatja édesanyám emléktábláját a Ráday utca 31-ben, és Tamásnak az itteni karja, aki a koszorút elhelyezi, az pedig Andrássy Andor lesz, aki a Sztélu Gábor által alapított Gaudiopolis lakója volt. Tehát akkor megismétlem kedves nézőim kedvéért, az emléktáblát Dávid Peleg, Perlusz Tamás, a Bogár utcai otthon egykori lakója fogja fölavatni 2023. március 30-án 11 órakor a Ráday utca 31C-be. Tamás, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és még sokat beszélgetünk, meg a filmet is megtekintjük majd. A legjobbakat, és mázzal tov ahhoz, hogy véget értek a tüntetések, és a repülőterek is újra nyitva vannak. Szívesen, és örültem, hogy beszélgettem veletek. Kol tov, lehistameá, lehitraot, shalom. Én bízom benne, hogy édesanyádra az emlékezés, és természetesen ajánljuk ezt a könyvecskét, amit meg lehet találni az interneten, angolul is, magyarul is hozzáférhető, Háborúban és békességben. Bartok. A végén 3-4 sor, amit én írtam, a térképek előtt. Igen. Nagyon szépen köszönjük, idézni fogjuk ezt is. És akkor 30-án rögzítjük majd a táblaavatást is. A legjobbakat. Koltov, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Kedves nézőim, köszönöm, most előzetesek, és már is megyünk tovább. Tartsanak velünk!